Igen, és ugye beszélgettünk arról, hogy most itt elmúlás ilyesmi, az ember hisz a szólás szabadságba, de mi hiszünk a szólás utáni szabadságba is. Ugye, és hát ugye beszélgettünk arról, hogy mi lehet még a nyomós érv azért, hogy a rádió azért működjön tovább, azon kívül, hogy marha jó műsorvezetők vannak, azon kívül, hogy fantasztikus a rádió vezetése, ennyit az önfényezésről. Ugye, és egyszer volt egy ilyen, hogy szlogen pályázatot írtunk ki, és akkor hát ott elkezdtük ugye ezt ragozni, hogy Porton Rádió napi 24 órába hal atom, ugye, tehát itt próbáltuk az erőművel párhuzamot vonni, és azért mondjuk ki az országos médiában, a Paks ugye egyértelműen, főleg az utóbbi időben, ugye Paks 2-vel kapcsolatosan, tehát néha felkorbácsolják a vizet, néha próbálják ugye a kedélyeket megnyugtatni, nem tudom, hogy az országos politikának, és ugye itt zárójelbe jegyzem meg, mi nem nagyon politizáltunk ebbe a rádióba, sőt, ugye próbáltuk ezeket a témákat, ha érintőlegesen is, ugye megemlíteni, de nem mélyedtünk ebbe bele, zárójelbe zárva, hogy ugye a Paks 2... Bár bocsánat, hogy a szabad bevágod, azért te néha azért elmondtad a véleményedet, úgyhogy nem tudom, hogy de mint magán ezt hallotta a média tanács, és... De gyerekek, ha rólunk van szó, egyébként nem csak a Paks 2-ről van szó, azért a Fortuna Rádió itt 22 éve ellát az atomerőműnek, mint kötelesnek, mint engedélyesnek, és nukleáris veszélyes üzemnek egy olyan baleset elhárítási feladatot, ami egyébként a hallgatók számára nem biztos, hogy annyira nagyon tudható, bár mindig benne vagyunk szépen a kis naptárkába, hogy ugye katasztrófa esetén tessék, melyik rádiókra lehet ráhangolni, hol lesznek majd információk, és azért az fontos tudni, hogy a baleset elhárítási munka, ezt mi is megtanultuk az erőműves szakemberektől, mert azok a szakemberek, akik bent az osztályon, az adott osztályon ezt a munkát végzik, tehát ők ezen dolgoznak minden nap és minden pillanatban, hogyha a következő pillanatban történik valami, föl legyünk készülve. Igen, tehát azért azt, hogy mondjuk tudom, hogy ezek ilyen kemény szavak ilyenkor délelőtt, tehát nukleáris biztonság és a nukleáris ugye tájékoztatás is, tehát balesetvédelmi elhárítás szempontjából. Tehát most tényleg nem provokatív a kérdés, vagy nem, hogy a saját magunkra hagysam a vizet, de mondjuk egy országos rádió, ahol ugye látjuk azt, hogy hallgatjuk őket, hogy most azért beszélnek, hogy lekapcsolás, fölkapcsolás, összehangolás, mennyire tudunk mi gyorsabban reagálni. Feltéve, bár meg nem engedve. Tehát ne legyen erre megmondom, szükség. Hogy mennyiben tudunk most gyorsan, és akkor áruljunk el egy olyan kulisszatitkot, amit szintén nem tudnak a hallgatók, csak az atomerőmű meg mi tudjuk, hogy van egy olyan telefonvonalunk, mert ugye, hogyha katasztrófa van, akkor általában mindenki pánikba esik, ugye, és a telefonvonalak terheltek. Mobil terhelő. Igen, internet, nem kapcsolható. Minden. Tehát nekünk biztosítani kellett azt, hogy akár a vezérigazgatóval, vagy bárki ott a vezénylőből, a vezénylőteremből, vagy akár honnan, a reaktorcsarnokból egy azonnali kapcsolással közzé tudjanak tenni bármit a 30 kilométeres körzetben. Tehát van egy olyan közvetlen telefonunk, ezt ti ugye tudjátok, amit ha egyszerűen nem is lehet rajta tárcsázni, ha felemeljük, vagy felemelik az erőmű vezénylő termében, akkor az nálunk csörög, és azonnal adásba tudjuk tenni. Tehát ezt a baleset elhárítási katasztrófavédelmi feladatunkat ki fogja helyettünk a Fortuna Rádió helyet ellátni, ezt nem tudom. De nagyon szeretném tudni. Arról nem is beszélve, igen, hogy ez rádió... az atomerőmű számára ugye bizonyos törvényi kötelezettségei vannak, ami a tájékoztatást illeti, és hát mi nagyon szívesen átengedjük ezt a feladatot, csak valaki lássa el, gyerekek. Tehát ez tényleg fontos dolog, és tudjuk, hogy az atomerőműben is ezt fontosnak tartják. Hát és még egy fontos, érdekes dolog. Emlékeztek a 2004-es cunamira? Igen. Igen. Na, amikor a 2004-es cunami volt az Indiai óceán partjainál, akkor ott azon abban a katasztrófa helyzetben a szakértők kimondták azt, hogy lehet, hogy ma mindenki az interneten lóg, de amikor a digitális tartalmak összeomlanak. Tehát amikor jön egy cunami? Akkor, igen. Például egy cunami, igen. Egyetlen egy dolog van. Egyetlen egy dolog van. Az FM. Egyetlen egy dolog működik, az FM. Mert a rádióhullámok akkor is ott vannak a levegőben. Igen. Tehát beszélünk mi arról, hogy előbb-utóbb a televízió is digitális lesz, meg a rádió is digitális lesz, de ez... Csak ha nem igen. Ha a zsinórok, madzagok oda mennek, akkor kész. Igen, tehát nem lehet ezt a témát azért hanyagolni, és hát ez egy fontos dolog, és én azt gondolom, hogy mi helyi rádió nyilván ezt próbáltuk, és próbáltuk ezt a munkát is elvégezni. Na jó, de hát a pályázatban erre nem volt utalás? Tehát ez nem a pályázatra lehetett, nem kíváncsi. Hát dehogy nem. Tehát várjál, van egy helyi rádió, tehát az szolgáltat. Annak a szolgáltatásnak ezer ága lehet. Tehát nem csak ez egy kereskedelmi rádió, hogy most... Igen, de amikor még a pályázatot járjon. Oké, de amikor a pályázatot kiírták, akkor az még arról szólt, hogy a 96.3-on valaki majd szólni fog, és bárki el tudja ezt a munkát végezni. Igen. Arról nem volt szó, hogy ezen a frekvencián senki nem fog szólni. Mert jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ezen a frekvencián senki nem fog szólni, csend lesz. Yeah. Uh-huh. Itt ez a nagy kérdés.
Hát igen, itt most nem akarok ilyen nemzetbiztonsági politikát, meg ugye nukleáris biztonság. Tehát ezeket a hívó szavakat az ember könnyen dobálja, meg halljuk is, ugye mi paksiak, főleg ugye szinte naponta, tehát nagyon sok munkát fektetnek ebbe bele. Nem tudom, van esetleg más? Tehát, ugye beszéltünk, igen? Bocs, annyit még egyébként, hogy ugye mi Paks 2 bűvöletében élünk itt Pakson. Azt hiszem, hogy bár sok kérdésünk van, mi magunk mindannyian letettük a voksunkat amellett, hogy mi eddig is jól el voltunk az atomerőművel, és ezután se sincs problémánk vele, hogyha lesz. Viszont ugye nyilván van egy csomó dolog, amit végig kell beszélni, másrésztről pedig azt tudjuk, hogy azért országosan nem feltétlenül ugyanez a helyzet. Ha minél kevesebb támadási felületet kéne adni ahhoz, hogy lám még ezt a részét se veszik komolyan. Még egyszer visszatérve arra itt dologra. Most a biztonság. Biztonság, persze, balesetelhárítás, stb. Tehát egyensúlyan bunkerből is van hívható ugye ez a telefonszám, és tényleg arról van szó, hogy egy dolog az, hogy merre fele mennek a tartalmak, hogy van Spotify, van YouTube, stb. És alapvetően mi azért egy kereskedelmi rádió vagyunk, tehát most is sokat szövegelek. De ezt tudomásul kell venni. Igen, igen. Ezt akartam mondani, csak nem akartam befejezni. Tehát, hogy itt Paks 2 kapcsán is azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt a képet kéne azért sugalni mindenkinek, hogy ez egy nagyon átgondolt dolog. Itt tényleg azok, akik meghozták ezt a döntést, lehet részével, vagy akár az egésszel is valamilyen szintig vitatkozni, de alapvetően pillanatnyilag a legkisebb kockázatot ez jelenti, hogyha ezt megépítjük, tehát azzal, hogy mit Magyarországon lesz 30 év múlva, vagy 40 év múlva elektromos áram, hogyha mondjuk a többieknek kell, akiktől ma importálunk. Tehát pillanatnyilag ez fontos, de akkor viszont rendszer szinten is működjön a dolog, és ne legyenek olyan lyukak, amelyek azt eredményezhetik, hogy másokban még inkább a bizalmatlanság. Akár támadási felület, így van, tehát lefordítom, tehát az ügyvéd úr szavait lefordítva, tehát országos politikusoknak üzenjük, nincs nektek elég bajotok az ellenzéke, most nekünk megint is. Megint eszembe jutott egy Péter Pános rajzfilm, bocsánat, hát mi most főleg most már lassan két gyerek, illetve lassan, hát úgy két, még ő nem néz rajzfilmet. Igen. Lassan mi is a mesékben élünk. Hát igen, lassan mi is rólunk is csak mesélni lehet, igen. Na, szóval a lényeg az, hogy abban volt ugye indián lány, nem értették, és akkor mondja, hogy beszélt negyed órát, vagy nem, és akkor mit mond? Azt, hogy nem. Hát körülbelül.